Köszöntöm a polgárőrség két tagját, Szabadi Mihályt és Frank Józsefet. Mikor alakult a polgárőrség és milyen kezdeményezés alapján? Hát lakossági kezdeményezés alapján, mert hát feltámadt az igény rá, 2003-ban alakult, és Klein János indította, elő volt az első elnöke ennek a szerveződésnek. Ha tetre kerül a sor, meddig mehetnek el a polgárőrök a cselekvésben? Hát tulajdonképpen nem sokkal van több jogunk, mint egy átlagos állampolgárnak. Hogyha erre kerül a sor, egy elkövetővel állunk szemben, akkor gyakorlatilag csak helyben tartó jogunk van. Tehát le nem tartóztathatjuk, sőt, még igazoltatni sem igazoltathatjuk, mert ezzel meg kell várni a hatóságokat. Tehát értesíteni kell a rendőrséget, vagy a egyéb más hatóságot is ott a helyszínen kell tartani az illetőt. Hogyan szerveződik meg egy szolgálat? Hát a mindenkori elnöknek a feladata az, hogy elkészítsen egy szolgálatvezénylést, természetesen egyeztet mindenkivel, hogy ki mikor tud szolgálatot vállalni, mert hogy ez minden polgárőrnek a saját szabad idejéből megy el. Saját szabad idejét szánja rá mindenki. Általában párosával megyünk, akár autóval, akár gyalogosan, vagy mint ahogy itt a gárdon sűrűn előfordul, akár lovasok, polgárőrök adnak szolgálatot. Általában hétvégén, de szükség esetén hétközben is adjuk a szolgálatot, amikor szükség van rá, vagy netán valami rendezvény van. A szolgálat úgy működik, hogy a szolgálat elején be kell jelentkezni a rendőrséghez, hogy ők is tudjanak róla, hogy szolgálatban vagyunk, ha csak nem közös szolgálat van, erre is volt már példa. Igazából nincs meghatározva, hogy meddig tart egy szolgálat, amíg kint vannak a járőrök, addig kint vannak, általában este szoktunk kezdeni, és éjszaka valamikor hajnalig, amíg bírják az emberek. Tudják-e segíteni a rendőrség munkáját? Volt-e olyan ügy, aminek segítették a megoldását? Természetesen volt sok ilyen esemény, voltak eltűnések, volt egy elcsavargott kiskölök, azt is polgárőrök találták meg, ugye? És vannak közös szolgálatok, volt legutóbb most egy baleset a harc és Siolgárd között. Volt egy baleset, ahol biztosítani kellett a biztonságos útzárást, ugye segíteni kell a rendőröket, ők is elég viszonylag kis számmal bírnak, és elég hosszú ideig tartott az is. Nagyon sok közös akció van, többek között ugye vannak különböző események a falunak az életében, így mint például a Szüreti Fest, úgy, ahogy a különböző körmenetek, vagy egyéb olyan, ami útzárt biztosítást kér az adott rendezőség, ugye abban nekünk ugyanúgy részt vállalni kell. Tehát azért ez közös. Ez benne van ugye a rendőrség is, én legutóbb Harcon zártam, de harciak is ugyanúgy áttelefonálnak ugye a polgárőrségnek, hogyha van mondjuk valamiféle fajta rendezvény, ott a rendőrökkel közösen törtünk szolgálatot. De mondom, volt nagyon sok olyan esemény, hát ugye az a legérdekesebb az egészben, hogy a mindenkori KMB-s, tehát a körzeti megbízott, vagy az északiak, a rendőrök, azok nem ismerik úgy a környéket, mint az itt élő emberek. Tudják, hogy hol van menekülési útvonal egyéb, de most ezért szeretnek egyébként a rendőrök együtt dolgozni a polgárőrökkel, mert ugye mi ismerjük azokat az utakat, amiket ők nem. Esetleg azokat tudjuk zárni, nagyobb esély van a megtalálásra, nagyobb esély van az elfogásra, ezért ugye a polgárőrség, a helyi polgárőrség viszonylag jó kapcsolatot is tart, mondhatni, hogy nagyon jó kapcsolatot tart a rendőrséggel, és ugye közös akciók is vannak. De mondom, volt sok példa arra, hogy megtaláltunk kisgyereket, aki éppen elcsavargott, vagy éppen ugye a polgárőröknek a feladata volt az, hogy amikor nagyon magas volt a vízállás, ugye a sárvíznek a vízállása, hogy a faluban ne legyen probléma, hogy ott a mindenkori gátat, ugye annak a felügyeletét ugyanúgy a járőrautóval, vagy a lovasokkal, ugye azok nézték végig, hogy nem tör be a faluba a víz. Hát voltak ilyenek. Hordnak megkülönböztető öltözetet? Szerintem nem, de igen, igen, hordunk természetesen. Ez az öltözéket, ezt az öltözetet, ezt a
Magyar Polgárőr Szövetség határozza meg. Na most ez nem hasonlíthat sem a Magyar Honvédségnek a öltözékére, sem nem hasonlíthat a mindenkori rendvédelmi hatóság, azaz a rendőrségnek az öltözékére. Ez egy kizárólagosan meghatározott előírás alapján készülnek ezek az öltözékek. Ugye ez áll egy fényvisszaverős mellényből, ugye gyakorlatilag vannak különböző feliratok rajta, ami megkülönbözteti a rendvédelmi hatóságot, vagy a Magyar Honvédséget a polgárőröktől. Szigorú törvényei, szigorú szabályok vannak. Ezt akkor, amikor valaki a mundért fölhúzza, tehát szolgálatba helyezi magát, vagy éppen szolgálatban van, akkor ebben az esetben muszáj ezt holdania. Ugye ettől, tehát ez különbözteti meg az átlagembertől abban a pillanatban a polgárőrt. A lakosság hogyan viszonyul a munkájukhoz? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Megosztott, elég jól megosztott a lakosság ilyet informán, mert egyik része ugye tolerálja a munkánkat, a másik része pedig fenntartásokkal kezeli. Miért is mondom ezt? Hát ugye szüret után nyitva maradnak a tanyák, ugye azokat a kulcsokat összegyűjtjük, bezárjuk, és az illetékes személynek átadjuk. Na most ezt egy rendőr ezt nem tudja, azt látja, hogy nyitva van, mondjuk teszem azt egy pinceajtó, de azt nem tudja, kihez tartozik. Na most a polgárőrök azok nagy többségével ugye tudják azt, hogy melyik pince kihez tartozik, és ugye azokat személy szerint megkeressük és bezárjuk. Ez csak egy része ugye ennek a dolognak. Azon, tehát ilyet informán szeretik a polgárőröket. Viszont van most már kialakulni, látszik egy olyan régió is, akik mondjuk elmennek, teszem azt, nyaralni hosszabb időre, vagy elmennek egy esküvőre, bárra, buliba, lagziba, teljesen mindegy. Az épület vagy az ingatlan abban az esetben őrizetlenül marad. Na most ugye szólnak a helyi polgárőröknek, hogy intenzívebben nézzék meg, ugye azt, tehát ellenőrizzék a házat, esetleg a mögötte levő kertrészt, vagy egyebeket, be nem megyünk az ingatlanba, mert ugye arra jogosítványunk nekünk nincsen. Viszont az idegen autók, esetleg, hogyha ott valaki kóvályog ott a környéken, akkor értelemszerűen először ugye megkérdezzük, hogy mit keres itt, majd aztán, hogyha tényleg nem ide való, akkor szólunk a megfelelő hatóságnak. Vannak tervek a jövőre nézve? Vannak elképzelések. Én nagyon-nagyon szeretném, és a Misi is nagyon szeretné azt, hogyha minél több ifjú, minél több fiatal lépne közénk. Tehát van nálunk egy bizonyos törvény. Ez egy írott-iratlan törvény. Az, amit én mondjuk teszem, azt nem engedek meg a másiknak, azt magamnak sem engedem meg. Na most ez az ifjú, tehát az ifjú polgárőrök esetében még szélsőség. Tehát van egy nevelési hatása, egy nevelői hatása. Tehát úgymond húz egy bizonyos kordát. Tehát nem tépem le a plakátokat, a kihelyezett mondjuk választások alatt a plakátokat, mert miért? Hogyha látom a másikat ugye letépkedni, akkor én rászólok, te figyelj ide, az téged bántott, miért szeded le? És tehát van ennek egyfajta azért egy elég jó erős nevelői hatása. Nem olyan erős, mint egy honvédségnél, vagy egy rendőrségnél, de azért egy kicsit összetartja a gárdát, ez egy kicsit összekovácsolja a brigádot. Ha valaki szeretne csatlakozni a polgárőrséghez, az hogyan teheti meg? Hát itt a helyi, mindenkori helyi polgárőr elnöknél kell jelentkezni, és akkor tulajdonképpen ő indítja el ezt a jelentkezést, és akkor ki kell tölteni egy jelentkezési lapot, aztán azt továbbadják, és akkor majd igazolványt kap, amit a mindenkori országos polgárőr parancsnokság állít ki, belügyminisztériummal közösen, és természetesen minden 18 éven felüli állampolgár lehet polgárőr, de van lehetőség az ifjú polgárőr címre is, erre is jelentkezni kell, és megvan erre is a lehetőség. Mi motiválta, hogy csatlakozzon az egyesülethez? Hát én elég későn csatlakoztam, nem? Már akkor jó ideje működött a polgárőrség Siavagárdon, és na, régóta gondolkoztam, mert kedvem is volt ezt csinálni, csak én elég olyan munkakörben dolgozom, hogy eléggé sokat utazom. Akkor ezért volt az, hogy még nem, aztán most
kicsivel nyugodtabb a munkám, és most akkor megvolt a lehetősége annak, hogy én is csatlakozzak ehhez a csapathoz. Milyen előnyei származnak egy ifjú polgárőrnek, ha belép az egyesületbe? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye jelen pillanatban ugye Szabadi Mihály gondolatával élve, ugye ő találta ki azt, hogy az 50 órás kötelező érvényű közszolgálatba elvégzett munkát, ami az érettségihez szükséges, az szerintem az országban máshol nem is, de itt nálunk ezt meg tudják tenni. Emellett ugye a legutóbbi megmozdulás az az volt, hogy az, akinek szüksége volt szegi segédmotorkerékpár jogosítványra, az megszerezhette ezt a polgárőrség keretein belül. Ez ingyen és bérmentve volt ez a lehetőség. Én szeretnék még annyit hozzátenni, ugye, hogy szeretnék egy kicsit több programot, én, de szerintem a ugye Szabadi úr is ugyanezt tervezni, aki ugye az ifjakkal együtt, akár ilyen bármilyen szabadidős programot, ami kötődik egyébként a polgárőrséghez. Azon felül igazándiból egy közösségbe tartozhat. Tehát ez nagyon, én úgy gondolom, hogy a fiaim is, mind a két fiam polgárőr, és nagyon büszkén viselik, húzzák fel a mundért, és meglehetősen, tehát örülnek annak, hogy ehhez a társasághoz, ehhez az egyesülethez tartozhatnak ők. Köszöntelek, Barbi, téged is, mint ifjú polgárőrt. Mi motivált téged arra, hogy csatlakozz a Polgárőrség Egyesületéhez? Azért választottam ezt az egyesületet, mivel én a hétköznapokban is ezt a szakmát tanulom, és így úgy gondoltam, hogy ebből is egy kis ízelítőt nyerhetek. Másrészt pedig ezzel le tudom dolgozni az 50 órát, ami kötelező az érettségihez. Amúgy meg, tehát a hangulat is jó, így a szolgálat folyamán, meg jó a társaság. Hogyan zajlik a szolgálat egy ifjú polgárőrnek? Hát általában napközben vehetünk rajta csak részt, tehát éjszakai szolgálatot nem vállalhatunk, és időbeosztásunk nincs, tehát hogy amennyit akarunk. Rajtad kívül az egyesületben van még hasonló korú és hasonló érdeklődésű személy? Hát velem hasonló korú van. Van egy-két évvel idősebb is. Hát mást, aki így ezen a szakon van, az talán egy-két ember. Úgy, hogy egy kicsit belelátsz a polgárőri életbe, hogy tetszik neked? Nekem nagyon tetszik, mert jó a társaság, a hangulat is mindig jó, és talán nincs az a szigor, ha lehet így mondani, hogy meg se lehet szólalni, meg semmi, hanem azért így beszélgethetünk. Persze ez mellett figyelünk is. Csak az 50 óra erejéig szeretnél részt venni a polgárőrségben, vagy utána is folytatni szeretnéd? Én mindenképp szeretném folytatni utána. Az 50 órámat már ledolgoztam, úgyhogy ez volt is már kérdés, de maradok. Az elmúlt időszakban volt olyan esemény, ami konkrét megmozdulás igényelt? Természetesen volt, mint az előbb már mondottam, volt olyan a kisrác, aki eltévedt, azt megtalálták ugye kint valahol ott a Janyaivár környékén. Ilyen is előfordult, volt olyan is, amikor a rendőrök kértek minket fel, ugye, hogy rendezvénybiztosítás céljából maradjunk adott helyen, el is mondták, hogy mi a feladatunk, ilyen is létezett, ez nem csak kizárólagosan útlezárás és egyéb. Volt, amikor ugye megkért én nem is tudom milyen sportegyesület kért, meg amikor volt a futóverseny nyárvíz idején, bár az is megmozdulásnak számít, tehát az is igazából beavatkozásnak számít, hogyha mondjuk valaki megkéri a polgárőröket arra, hogy mondjuk ügyeljenek a házra napi 24 órába, ezt meg is teszi a polgárőrség, amennyiben ez erre kérés történt. Hozzáteszem egyébként, ami nem hangzott el az előbb, nagyon az embereknek a 16%-a tudja, tehát van abban a hídbe, hogy mi ezért pénzt kapunk. Na most ez teljesen non-profit szervezet, tehát ez egy civil szervezet, ugye egy egyesület, ugye itt bevétel nincs. Igazából itt támogatók vannak, különböző alapítványi pénzek, egyebeket, olyan dolgokat próbál az ember felhasználni, ami támogatás alapon. Ebből mi pénzt nem vehetünk ki, tehát mi fizetést azért nem kapunk. Saját, tehát igazából saját időnkből
Tehát a saját energiánkból, saját időnkből, szabadidőnkből szakítunk arra lehetőséget, hogy segítsük ugye a falunak az életét úgy abban, hogy ugye nyugodtan éljenek. Tehát ezért nálunk nem jár semmiféle fajta jus. Mire hívná fel a lakosság figyelmét? Hát én elsődlegesen az, hogy mindenki vigyázzon a saját anyagi javaira, amennyibe lehetséges. Zárja, amikor elhagyja az ingatlant, esetleg azt a területet, amit éppen zárni kéne. Nem, elég sok földes út vezet ide Siógárdra, ahol ugye menekülési útvonala van olyan embereknek, akik nem nagyon szívesen látott vendégek. A másodszorban meg az, hogy egy kicsit nagyobb tolerancia kéne a polgárőrök irányában, mert mint mondottam volt az előbb, mi nem azért vagyunk, hogy a másik embert feljelentsük, vagy éppen rosszat tegyünk vele, azért vagyunk, hogy segítsük a lakosságnak az életét. Ebbe egyébként beletartozik, mint a környezetvédelem, tehát az, hogy ne legyen igazából olyan, hogy most vágják a fát nyakló nélkül, anélkül, hogy bejelentés vagy engedély megkérése nélkül, ugye ez megtörténjen. Ne legyen nagyon szemetelés, amennyiben lehet. Próbálunk meg azért ugye a lámpákat, ezeket a kültéri lámpáknak az állapotára ügyelni, az, hogyha valamelyik nem világít, vagy éppen ilyen félárbocon van, akkor a megfelelő hivatalt, vagy a megfelelő szolgáltatónak ezt jelezni, és akkor ugye ezt a hibát kijavítják. Mivel a KMB és nem a faluban lakik, hogyan tud fellépni a polgárőrség az engedély nélküli árusokkal szemben? Hát ezekről általában nagyon hamar tudomást szerzünk, mert hál' Istennek, ezt el kell mondani erről a faluról, hogy itt odafigyelnek egymásra az emberek. Hát szinte ahogy beérnek ezek a faluba, akkor már mi kapunk egy jelzést, és megkeressük őket, és amennyiben van engedélyük, amit kaptak az önkormányzattól, akkor folytathatják ezt a tevékenységet. Ha nincs engedélyük, akkor felszólítjuk őket, hogy hagyják el a falut. Ennyit megtehetünk, ennél többet nem igazán. Hogyha nem mennek ki, akkor abban az esetben nekünk szólni kell a rendőrségnek. A polgármesteri hivatal részéről van-e támogatás? Természetesen van. Ők a hivatal a legfőbb támogatónk. Rajtuk kívül meg vannak még civil támogatók is, akik ezzel segítik a munkánkat. Például egy konkrét példát is tudok mondani, név még meg összeg nélkül természetesen. Valakinek csak annyit tettünk, hogy a Leányvárból egy vacsora után hazahoztuk, és egy jelentős összeget adott a polgárőrségnek ennek fejébe. Mert hogy ezt a gesztust megtettük. Mert hogy erre volt már máskor is példa, de hogy valaki jelentősebben támogatott volna minket ezért, erre még nem. De a polgármesteri hivatal természetesen a legfőbb támogatónk, és el kell mondani, hogy a polgármester is polgárőr. Uraim, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást, további jó estét kívánok! Mi is köszönjük a meghívást!